Peter. Ki fog hinni neked? Na és ki hisz majd az apádnak? Hadd mondjak neked valamit. Tudsz te arról, hogy az édesapád Peter lopott holmikkal kereskedik? Hm? Rajta. Mondja el. Beszéljen Roger barátjáról. Na mi lesz? Ez valóban igaz, apa? Kislányom. Igazat mond. Kicsim. Én csak neked akartam egy kicsit segíteni. A térdem. Nem, hagyjuk a térdem. El voltam keseredve, Récs. Én el voltam keseredve, mert te voltál az egyetlen, aki pénzt hozott haza a családnak, és én úgy gondoltam, hogy nekem is illene tennem valamit. Ez egy nagyon megható vallomás volt, Peter. Nem akarlak bántani. A családot sem akarom bántani. Az tény, hogy Tony meghalt, de nekem semmi közöm hozzá. Hagyd abba ezt a gyerekes viselkedést, és játszd végig a szerepet. Minden egyes szavad hazugság. Arra, hogy tisztességes vagyok. Nem fogok hazudni a kedvedért. Nem hazudsz. Te tényleg hozzámentél Tony Stark délhez, nem? Nem, én hozzád mentem. Pontosabban ebben a hitben éltem. Nem fogom megtenni. Nem érdekel, hogy mit mondasz rám, aztán ne számíts. Ez azt jelenti, hogy inkább börtönbe mész az apáddal és a húgoddal? Igen. És velünk együtt te is oda kerülsz. Már mondtam neked, Rachel, hogy a családomnak annyi pénze van, hogy bármikor, bárhol, bármit elintézhet. A nevem föl sem fog merülni. Titeket fognak vádolni Tony haláláért, és ki tudja, talán halálbüntetést szabnak ki rád. Rach! Igaza lehet. Ez tényleg megtörténhet. Kérlek, gondold ezt át. Én csak egy vén szeszkazán vagyok. De te meg a húgod, előttetek még ott áll az egész élet, kislányom, kérlek, gondold meg jól! És mi lesz akkor, ha valaki rájön az igazságra? Nyugodj meg! Soha senki nem fog rájönni. Ki lehet az? Jó napot, uram! A Sunday Times egyik riportere vagyok. Ön rokonságban áll Mrs. Rachel Stockdale-lel? Igen. Én vagyok az apja. Ó, ez remek. Feltehetnék önnek néhány kérdést? Nem is tudom. Kérem, tudják, az olvasóinkat nagyon érdekli, hogy hogyan találkozott egy ilyen gazdag emberrel. Bocsásson meg a hölgynek. Nagyon megviselte, hogy ilyen tragédia történt. Ó, ő az özvegy. Úgy értem, Mrs. Stockdale. Igen, ő. Ó, nem. Nem válthatnék vele néhány szót. Csak egy rövid interjúról lenne szó, és tudják, az olvasókat nagyon érdekli az önök, az ilyen típusú történetek. És én csak... Hölgyem, nem hiszem, hogy ez most lehetséges. Nagyon ki van borulva szegény. De az édesapja biztos szívesen válaszol néhány kérdésre. Elnézést! Ön is a családhoz tartozik? Nem. Egy barát vagyok. Akkor Mr. Svensson, feltehetek önnek néhány kérdést? Nem is tudom. Igen, hogy ne. Ó, kedves lánya is, Tony Stockdale. Igen. Ők azok. Igen, értem. Nem sokára itt leszel. Szia! Mit mondott? Pár perc múlva indulnak a kórházból. Valóban Tony volt? Egészen biztosan ő. Nem tudom, hogy csinálta. Más biztos meghalt volna. Ő elpusztíthatatlan. Megsérült? Néhány zúzódáson kívül semmi baja. Ez fantasztikus! Kemil, ez valóságos csoda! Ez így van. Hol a pokolban volt Marnie? A személyzet már több mint 2 órája keresi önt és Rachelt. Tudja egyáltalán Rachel, hogy Tony él? Hol volt eddig Marnie? Minden rendben van? Hol van Rachel? Én is pont ezt kérdeztem meg tőle. Ez a két nő valami katasztrófa. Asszonyom, beszélhetnék önnel 4 szem közt. Természetesen, jöjjön be. Köszönöm.
Köszönöm, Mr. Sanson. Megengedi, hogy elvigyem ezt a fényképet. Ez az egyetlen, amin együtt vannak. Az esküvő is olyan hirtelen történt. Nem viheti. Kérem, megígérem, hogy vissza fogom hozni. Hölgyem, a képet nem viheti el. Ez az egyetlen emlék, ami Tonyról megmaradt Rachelnek. Megérti? Igen, de ígérem, hogy majd visszahozom. Azt mondtam, nem. Köszönöm az interjút, Mr. Swenson. Most már mennem kell. Ex! Milyen voltam? Nagyon jó, Peter. Nagyon jó. Elment már? Igen, elment. Mit mondtál neki, apa? Szívem, gőzöm sincs. Nem tudom. Ez is a te műved, ugye? Uh-huh. Jó kép, nem? Rachel, drágám, menjünk vissza. Vissza Acapulcóba, a gépem a reptéren vár ránk. Mi a válaszod? Nem. Hogy érti azt, hogy visszament San Franciscóban? Eltűnt. Egy szót sem szólt, csak írt pár sort. Asszonyom, ha nincs ellene kifogása, én is hazautaznék. Édes Istenem, ezek szerint nem is tudja, hogy Tony életben nem, van? Nem tudja. De hát miért nem szólt nekem egy szót sem? A fia... megtiltotta, hogy szóljak önnek. Ó, miért tiltotta volna meg megszólni? Nem tudom, asszonyom. Ugye nincs az ellen kifogása, hogy én is elmenjek. Szóljon az őröknek, kérem, hogy engedjenek ki innen. Kedves, bármikor elmehet, amikor akar, bármikor. Senki nem tartja itt erőszakkal. Nem. Nem? Gondolom, Rachel azért ment el, mert Tony nélkül nem tudta elképzelni, hogy itt éljen. Fel kell hívnunk. Meg kell mondanunk neki, hogy Tony él. Mondja a számot. Acapulcóban, Mort. Rachel ott van? Nem, nincs itt. Nemrég ment el a ton. Úgy értem, hogy megszel. És hova mentek? Vissza Acapulcóba. Ide? Igen, megszem. Max meggyőzte, hogy ez a legjobb megoldás, és... Én is azt hiszem, hogy igaza van. De apa... Tony életben maradt. Hogy mi? Igen, életben van. Most hozzák haza valamelyik kórházból, mindjárt itt lesz. Mi? Miről beszélsz, Marni? Hát nem csodálatos. Akkor most mi legyen? Apa, majd... egy kicsit később visszahívlak, jó?